Jó estét kívánok, kedves nézőink! 798. adásunkat látják. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét arra, hogy továbbra is folytatjuk Visszatekintő című sorozatunkat mai műsorunk után. Ebben a rovatunkban egy 15 évvel ezelőtti teljes műsort adunk közre. Mai adásunkban elsőként kérem tekintsék meg azt a tudósításunkat, amely ezt megelőző adásunkból anyagtorlódás miatt kimaradt. A következőkben látható felvételeket még november 13-án készítették az általános iskolában, és amelyeket aztán rendelkezésünkre bocsátottak. Köszönjük! Ezen a délelőttön a Tolna megyei kötődéssel rendelkező Kossuth-díjas íróról, Lázár Ervinről elnevezett program keretében rendeztek komolytalan komoly zenei koncertet az 5., 6. és 7. osztályos diákok számára. A Lázár Ervin program évente egy alkalommal a diákok szociális helyzetétől függetlenül ingyenesen biztosítja a színházi, tánc, cirkuszi előadások vagy komoly zenei hangversenyek és muzeális intézmények látogatásának élményét. Ebbe a programba kapcsolódott be a Gyönki Általános Iskola is, és ennek következtében egy fúvós zenei hangversenyt láthattak a gyönki diákok. A tornateremben megrendezett programot a komoly zene iránt még kevéssé fogékony korosztály számára interaktív módon az előadások aktív részeseként élhették meg. A nagyon élvezetes előadást a magukat Pécsinek nevező Brass Vibe együttes zenészeinek köszönhették a diákok. A zenekar két harsonából, trombitából, szaxofonból, tubából és dobokból állt össze. A fúvós zenei összeállítás nem is titkolt célja az volt, hogy a komoly zenét játékosan, mondhatni komolytalanul mutassák be a felső tagozatos diákoknak, akik maguk is aktívan vehettek részt a műsorban. A részfúvósokra átírt, a zeneművet igazi örömzeneként előadó együttes nagy elismerést szerezve mutathatta meg a diákoknak, hogy ez a zene bárki számára élvezhető, és még emellett szórakoztató is. Az már csak szinte ráadás volt, hogy a különböző zenei stílusok változásait, elhalásukat, majd újjászületésüket is bemutatták a muzsikusok. Így érzékeltették azt, hogy a zene állandóan változik, fejlődik, ám mindig más formában újjáalakulva szerves része életünknek. Most egy részletet mutatunk be ebből az előadásból. Thank you.
bővítik az ABC épületét és rendezik egyben a környékét is. Remélhetőleg, ha mindennel végeznek az építők, akkor nem csak a vevők vásárolhatnak kényelmesebben, hanem a Dózsa tér is egy rendezett, kisvároshoz méltó központi térrel gazdagodik majd. Egyelőre még csak az építkezés folyik, erről kérdeztük Viola Szabolcsot, a Kopka ZRT elnök vezérigazgatóját. Aki a központon jár, az látja, hogy ott serény munka folyik az ABC áruház környékén. Tulajdonképpen mi is történik? Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket. Bizony, hát ez egy egész komoly beruházás talán a település életében is mondhatni. Valamikor 3 évvel ezelőtt döntöttünk úgy, hogy a gyönki nagy üzletünket szeretnénk felújítani. El is készültek a tervek. Ezeknek az engedélyezési eljárás az 2022 tavaszára fejeződött be, és hát ezt követően kértünk árajánlatokat a kivitelezésre. Sajnos a tavalyi évben azonban olyan gazdasági helyzet alakult ki körülöttünk, hogy nem mertünk teljes egészben belevágni ebbe a beruházásba, ezért úgy döntöttünk, hogy 2 ütemre bontjuk magát a beruházást. Az épület bővítése 2 ütembe fog megvalósulni, illetve a parkoló elkészülte zajlik most jelenleg. Körülbelül mire lehet számítani, hogy ennek az ütemnek a végére érnek? Mert hát jön a rossz idő, a tél. Igen, a parkoló beruházásunknak a végső befejezés ideje az most november vége. Valószínűleg az időjárás miatt az december elejére át fog csúszni. Az üzlet déli irányú bővítése pedig december elejére fog megvalósulni. Ott már ugye belül zajlanak a munkátok, tehát már az időjárástól viszonylag független. És még egy üzlet bővítést terveznénk, az pedig január végén, amikor is az üzlet belső felújítása fog majd megtörténni. Természetesen majd arról is szeretnénk beszámolni, hogy az milyen időszak, vagy milyen távlatokat foglal magába, és hogy fog kinézni. Az tervezetten január végén kezdődne, és nagyságrendileg majd egy hónapot fog igénybe venni. Most, ahogy láttam, délfelé bővült az üzlet, de ott valószínűleg akkor ez raktártér növelkedés. Igen, körülbelül 80 négyzetméternyi raktár bővítés következik, és az üzlet eladó terének a belső bővítése pedig egy 40 négyzetmétert fog majd jelenteni, ez lesz januárban. Akkor én azt gondolom, hogy a jó időn kívül egyelőre, meg a szerencsén kívül másra pillanatnyilag nincs is szükségük. Egyelőre türelemre van szükség a helyi lakosság és a vásárlóink részéről, de megígérjük, hogy sokkal jobb lesz azt követően. Hát a türelmet azt már eddig is azt hiszem szorgalmasan gyakorolták azok, akik ott vásárlunk ebben a boltban hosszú-hosszú évek óta. Ezt a kis időt meg gondolom ki fogjuk várni. Bízunk benne és köszönjük a türelmüket. Én köszönöm az interjút. Én is köszönöm. Gyönkre látogatott Deutsch Tamás, az Európai Parlament képviselője. Gyönki látogatásának célja az volt, hogy népszerűsítse és indokolja a kormány által kezdeményezett, sorrendben 13. nemzeti konzultációt. Az Európai Parlamentben 2009 óta helyet foglaló Deutsch Tamást, valamint polgármesterünket, Szaka Gyulát és a megjelent közönséget országgyűlési képviselőnk Süli János köszöntötte. Házigazdaként Szaka Gyula polgármester köszöntötte a vendég országgyűlési és európai parlamenti képviselőt, majd egy-egy gyönki borokból álló ajándékkal kedveskedett nekik. Süli János itt jelentette be, hogy megindulhat a csapadékvíz elvezetését biztosító gyönki árok karbantartásának 2. üteme is. Az erre benyújtott pályázat sikeres volt. Deutsch Tamás a kormány által elindított nemzeti konzultáció szükségességéről beszélt, és eddigi Európai Uniós tapasztalataival indokolta, hogy miért is van szükség erre a nemzeti konzultációra. A kérdéseket egyenként vette sorra, és saját ismereteit és véleményét is hozzátette a kérdőíven feltett kérdésekhez. A teremben megjelent közönség érdeklődéssel figyelte az előadót. Ez pedig roppant magától értetődő volt, hiszen az unió működéséről jelentős tapasztalatokkal bíró,
Jó előadói képességekkel rendelkező, rutinos politikus próbálta meg ébren tartani a résztvevők figyelmét. Sorra vette a konzultáció 11 kérdését, amit itt és most nem részletezünk, hiszen amúgy is mindenki meg fogja kapni, és január 10-éig bőven lesz idő a tanulmányozásukra. Az viszont nincs benne a kérdőívekbe, amit élőszóban elmondott Deutsch Tamás. Európán kívül jó néhány szereplőnek nem érdeke, hogy Európa egy ilyen jó hatékony együttműködés legyen. Ma szerintem nem kisebb, vagy nem kevesebb a helyzet, mint saját politikai rövidlátásunkból, mindenféle ideológiai őrületnél fogva, mert azért, mert érdekazonosság van jó néhány Európán kívüli szereplővel, ma az európai együttműködés szétverése zajlik. Ez nem egy spontán folyamat, hanem emögött kézzelfogható érdekek húzódnak meg. Nem világösszeveskülésről beszélek, hanem érdekekről. Amikor egy ember a másikkal versenytárs, ugye szokták mondani, hogy a sport logikájában a legizgalmasabb sportágokkal azok, ahol nem csak a saját teljesítményeddel tudsz pontot szerezni, hanem akkor is, ha az ellenfél ront. Tenisz, azt a tenisz, hogy így néz ki. Nem csak úgy tudsz pontot szerezni, hogy zseniális voltál, és egy olyan fonák keresztelütés, hogy nem tudja utolérni, hanem amikor egy ki nem kényszerített hibát követel az ellenfél, fölpattal a teniszlabda, oda megy a hálótól másfél méterre, mindenki már arra vár, hogy fölfelé leütni, és úgy belebombázza a hálóba, hogy maga is meglepődik. Úgy nyertél te, semmit nem tettél azért a pontért. Azt tudom mondani, hogy politika is ilyen. Saját teljesítményed okán is lehet pontod, meg az ellenfél hibájából is. Hát bizony, vannak olyan riválisaink, akik várják Európa hibát. Többek között ez, hogy az európai együttműködés megerősítésének a jelszava alatt az európai együttműködés szétverése zajlik. Hogy persze az ember nyilvánvalóan azt gondolta, hogy hivatalban értek egyet Orbán Viktorral, ez persze még akkor is így lenne, hogyha hivatalból kéne egyet értenem, de nem azért értek egyet vele, hanem azért, mert ugyanazt gondolom, mint ő. Az a helyzet, hogy az európai együttműködésből nem kilépni kell, hanem meg kell változtatni. Meg kell változtatni, egy olyan együttműködésé kell tenni újra, mint amilyen együttműködésként évtizedekig jól működött, ami szolgálta az európai országok nemzetek érdekét. Ma az európai országok nemzetek érdekével többnyire ellentétes mindaz, amit az európai együttműködésben csinálnak. Ebből szerintem a helyes következtetés legyen jó együttműködés. Nem az, hogy ebből magát az együttműködést, mint olyat kell megszűnteni. Előadása végén kérdéseket is tehettek fel a résztvevők. A program végén közös képet készítettek a vendégek a résztvevőkkel. December 1-én este 6 órakor rendezték meg a gimnáziumban az érettségiükre készülő diákok szalagavató ünnepségét. Következő tudósításunkat erről a hagyományosan családias, ám ünnepélyes eseményről készítettük. A gimnázium tornacsarnokában rendezték meg a tanév végén érettségiző 12. osztályos diákok szalagtűző ünnepségét, ahol este 6 órakor már jelentős számú érdeklődő várta az ünnepeltek bevonulását. Meg is érkezett a végzősök menete. Ünnepélyes, lassú bevonulásuk végén 26 diák sorakozott fel a tornacsarnokban, az érdeklődő tekintetek keresztűzében. Első hivatalos aktusként a himnusz hangzott el. A 11-esek által összeállított műsort, amelyből most részleteket adunk közre, így konferálta fel a műsor közlő. Melyben először egy német nyelvű vers hangzik el, Szakács Borbálat tolmácsolásában, Schäfer Edina a németről szól a végzősökhöz, Sima Réka pedig magyar nyelven, majd Brennyi Dániel és Nyúl Piroska szavalatában zárul a 11-esek műsora. Ein Leinen erfolgt zu glauben, B.
Behari Subrajan, C. Shansansu Ergrajan, D. Dangarvaj Sukhlegan, A. Ayana Sile Sukhpalkolan. Mit wir spannen, kaffe euch auf dieser Tag vorbereitet, nicht nur wegen der feierlichen Stimmung der Bandweihe, sondern auch darum, weil auch heute auch offiziell von allen gesehen kam, dass wir am Vorwachsen seid. Ihr seid auf dem Weg des Erwachsenwerdens zu einer wichtigen Station gekommen. A felnőtté válás útján egy fontos állomáshoz érkeztetek. Mit jelképpen a szalag, amit hamarosan az osztályfőnökötök felküzdnektek? Egy korszak végét, egy új időszak kezdetét szimbolizálja, a visszaszámlálás az érettségéig. A szalag sok jelentést hozott. Összeköt, figyelmeztet, de el is válasz. Összeköt, mert az osztályközösség az évfolyam visszatartozását jelzi. Figyelmeztet, hiszi át a közelgő érettségére. Elválaszt, mert a búcsuk közeledtét jelzi a diáktársaktól, diákévektől, felkészít a távozásra a gimnáziumból, mely után mindenkire a nagybetű is életvel. Vörös Sándor, 10 lépcső. Szórd szép kincseit. A gazdagság legyen te magad. Nyűjt szép díszeit. A szépség legyen te magad. Feledd el mulatságait. A vígság legyen te magad. Égesd el könyveit. A bölcsesség legyen te magad. Mondhatod el izmait. Az erő legyen te magad. Folytsd ki lángjait. A szerelem legyen te magad. A műsor után a szalagok feltűzése következett. Diákok tűzték fel a szalagot az intézményvezető Bán Tamás és a tagintézményvezető Szűcs Rozália ruhájára is. A végzősök osztályfőnöke Domokosné Zsiga Mónika a 11-esek osztályfőnökétől Szegletes Zsuzsától kapta meg szalagját. Aztán a diákok is felsorakoztak a szalagtűzéshez. Ők osztályfőnöküktől kapták meg szép sorjában azt a szallagot, amely ezután már azt hirdeti, hogy viselője a Gyönki Tolnai Lajos Gimnázium végzős, érettségi előtt álló, büszke diákja. Talán nem túlzunk akkor, amikor azt vélelmezzük, hogy bizony némi elfogódottságot is fedeztünk fel az éppen avatott diákok ábrázatán. Következik a 12. évfolyam műsora. A végzősök gondolatait Ragáska Vanda magyarul, Bakonyi Lili németül tolmácsolja, Verseszavar Nagybauer Zoltán, majd a 12. évfolyam tanulói a Republik Együttes egyik dalát adják elő. Talán nem járunk messze az igazságtól, a szalagavatóra, mint a tényleges középiskolás időszak lezárására, a felnőttek küszöb életekig. Olyan alkalom ez, amikor abban a közegben, ahol ott adott kisdiákként megjelentem, az online oktatás nehézségeit megszenvedtem, de fokozatosan előre jutottam, most komoly megmérettetésre készen álló ifjú hölgyként léphetek fel. Pont ahogy az első táncpróbák ott adozó képései, gyakran nevetésre fúló próbálkozásai láttán nehéz volt elképzelni, hogy ebből egy élvezhető és szórakoztató produkció lesz. A szalagavató valójában egy olyan jelképes közös erőpróbája az osztálynak, osztályfőnöknek és tanároknak, amely bizonyítani hivatott. Képesek vagyunk közösen valamit létrehozni, bemutatni, másoknak örömet szeretni. Vielleicht legt man nicht bei von der Wahrheit entfernt, wenn man die Beinweihe als das Ende der eigentlichen Schulzeit, als die Schwelle zum Erwachsensein betrachtet. In der gleichen Umgebung, wo ich als stolpernde Schülerin auftauche, in der ich die Schwierigkeiten des Online-Unterrichts ertrug, kann ich mich nun als junge Frau behaupten. Genauso schwer vorstellbar war es, dass die stolpernden Schritte der ersten Tanzproben zu einer wundersamen Produktion führen werden. Az ünnepi hangulat után nem könnyű újra bejönni az iskolapadba, szembesülni az érettségi, felvételi, továbbtanulási követelményekkel. Szálljatok mégis mindig időt a közösség ápolására, mert a középiskolai barátságok egy életre szólnak. Jugend von heute, was sind das für Wesen? Können Sie wirklich kaum schreiben und lesen? Sind Sie tatsächlich nur rüde und schlecht? Diese Bewertung, sie werden nicht gerecht.
Man sollte sie nicht durch die Reihe verneinen. Nicht machen, nicht ächten, denn sowas wird kein. Az átöltözés szünete alatt bemutatott vetítésen jellemzően a diákélet vidám pillanatait láthatták a teremben helyet foglaló hozzátartozók, diáktársak és érdeklődők. Az itt bemutatott képek alatt nem is nagyon ritkán hangzott föl a derültség moraja a teremben. Aztán visszatértek a végzős diákok és bemutatták táncukat. A koreografált tánc után már szüleiket, hozzátartozóikat kérték táncra, szalagavatójuk alkalmából a végzős gimnazisták. December 2-án délután 14:30-tól rendezett koncertet a Művelődési Ház az Advent jegyében Karányi Péter és Karsai J. András fellépésével. Következő összeállításunkat erről az eseményről készítettük. A Művelődési Ház nagytermében rendezték meg a karácsonyi koncertet, mert az előadás időpontjában vigasztalanul esett az eső. Ez persze a rendezvény látogatottságának se tett jót. A program mindkét előadója képzett és figyelemre méltó alkotó és előadó művész. Karányi Péter már 5 évesen társas táncot kezdett tanulni, mégis a sok aranyérmet és külön díjat követően 8 év után abba hagyta a műfajt és a hip-hop stílus irányába fordult. Már 15 évesen felvették a Móricz Zsigmond Színházba Nyíregyházán. Ekkor szeretett bele a színészetbe, és döntötte el, hogy Budapesten szeretne a későbbiekben érvényesülni.
felvették Tunyogi Bernadett énekiskolájába, majd egy év után a pesti Broadway stúdió tanulójaként az budapesti Operettszínház összes musicalében táncosként szerepelhetett. Később átjelentkezett az Operettszínház musical együttesébe, aminek még mai napig is tagja. Gyönki fellépésén énekelte többek között a most hallható dalt is. Karsai J. András már nem először lépett fel a Gyönki közönség előtt. Művészeti tanulmányait 1994-ben az édesanyja által vezetett CSIP gyermekpantomim együttesben kezdte, 1995-ben az EGRI Gárdonyi Géza Színházban a Láthatatlan ember című darabban kapta első színpadi szerepét. 2000-ben saját pantomim együttest alapított, 2005-től a Teátrum Színi Akadémia Művészeti Szakiskolában prózai színész szakon tanult, 2006-tól a Madách Színház stúdiójába is felvették, ahol 2009-ben diplomázott, mint musical színész. Zeneszerzőként és énekesként 2014-től jelentek meg dalai. Színészként 2019 és 2023 között a Turay Ita Színház társulatának művésze volt. Jelenleg társulathoz nem tartozó előadó művész, és folyamatosan járja az országot műsoraival. Most tőle egy karácsonyi dal részletét hallhatjuk. A Művelődési Ház udvarán állította fel vendégvárosátrát a Simik családi pincészet. Ebben a zord, hideg, szeles időben jobbára csak a forralt bornak lett keletje. December 3-án, vasárnap délután nyitották meg az Édes Gyönk Mézes Kalács kiállítást immár 11-szer a Német Nemzetiségi Egyesület közösségi házában. Most ennek a rendezvénynek az összefoglalóját adjuk közre. A 11. Mézes Gyönk kiállítás megnyitóján a közösségi házban nem először bizonyult kicsinek a terem, mert az itt bemutatott mézes kalácsok mellé behelyezett mintegy 80 székre nem fértek el az érdeklődők. Többen álltak még, vagy az előszobában helyezkedtek el. Az egyesület elnöke, Kemler Imréné, rövid köszöntőjében egyebek mellett a következőket mondta.
Mára már hagyományá vált, hogy az advent első vasárnapján válik megtekinthető városunk Mézes Kalázsból készült mása, mely minden elemében a jövőről, az alkotásról és az emberről szól, úgy, hogy a múlt emlékeit őrzi. Az idei évben 93 kiló tészta felhasználásával születtek meg az Egyesület tagjai által készített épületek, életképek, melyekhez még szép számmal csatlakoztak többen Gyönkről és a környező településekről. Kiegészítő kiállításként az udvaron a rég-múlt világ téli sportfesztközeit állítottuk ki, próbáltuk kicsit megelevíteni azokat. A megnyitó ünnepség műsorában elsőként az általános iskolások alkalmi kórusának dalait hallhatták az érdeklődők. A legkisebbek, az óvodások is kis műsor összeállítással léptek a közönség elé német és magyar nyelven. A gimnázium tanulói és kórusuk is közreműködött a karácsonyi hangulat megteremtésében. Pánovicsné Szejberling Krisztina megnyitó beszédét, aki sajnos időközben lebetegedett, dr. Humné Szentesi Katalin tolmácsolta két nyelven. Und obwohl die diesjährige Adventszeit gerade erst beginnt, ist sie für mich schon jetzt eine besondere Zeit, denn ich hatte noch nie die Ehre, ein Kunstwerk zu würdigen, das Ausdruck des Schaffens und der Zusammenarbeit einer ganzen Gemeinschaft ist. Ich bedauere zutiefst, dass ich diese Würdigung zunächst nur aus der Ferne überbringen kann, aber leider hat mich Corona daran gehindert, heute anwesend zu sein. Azt, hogy számomra évről évre mennyire meghatározó ez az időszak, talán az bizonyítja a legjobban, hogy életem majdnem mindegyik adventjéről őrizgetek egy-egy élményt. És bár az idei karácsonyvárás még csak most kezdődik, számomra már is különleges, hiszen még sosem ért olyan megtiszteltetés, hogy egy egész közösség keze munkáját dicsérő, sokak összefogásán alapuló alkotást méltathatok.
Őszintén sajnálom, hogy ezt csak a távolból tehetem meg, de sajnos közbeszólt a Covid. Az édesgyöm kiállításról legelőször Heinek Ottótól a Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának néhai nagyra becsült elnökétől hallottam. Azt mesélte, hogy ebben a kis kiállításban egyszerre jelenik meg a mi magyarországi német közösségünk identitásának számos meghatározó eleme, a szülőföld és a szűke pátria szeretete, az összetartozás érzése, a kötés keresztény hithez és a hagyományokhoz. A mézeskalács épületeket elnézve azon gondolkodom, hogy vajon milyen történeteket rejtenek azok a mintájú szolgáló épületek falai. És hogy ezeket a történeteket vajon ki és kinek meséli el. Ha arra gondolok, hogy önök voltak azok, akik ezeket a kis mézeskalács utcákat ünnepi fénybe öltöztették, és akik a mesebeli süteményházikokat úgy alkották meg, hogy azok ablakain bepillantva szinte érzékelhető az lege, akkor ez számomra azt üzeni, hogy fontos a karácsonyi időszak. Jó látni, hogy ilyenkor olyan dolgokra is időt szakítunk, amikre egyébként nem jut. Hogy ilyenkor legalább egy kicsit jobban figyelünk egymásra, őt talán még olyan beszélgetésekre is sort kerítünk, melyektől személy szerint, de közösségként is többek, erősebbek leszünk. Valahogy úgy képzelem el, hogy ennek a csodálatos kiállításnak a megalkotásakor ez mind-mind megvalósult. A Grüne Wiese gyermekcsoportja is karácsonyt idéző produkciókat mutatott be. Meyer Bence két ismert karácsonyi dalt adott elő. Sok régi emlék, sok régi hang, köztük most újból kisgyermek vagy. Ez az ünnep legyen úgy szebb, ahogy álmodban látsz, egy új világon teljesül, mit vársz. Egy éjjel telefénnyel, mikor szikrázik a hó, ahogy álmodban látsz, egy új világból teljesül, mit vársz. Egy éjjel telefénnyel, mikor szikrázik a hó, egy új nap, melyre bármi írható. Egy új nap, melyre bármi írható. Egy új nap, melyre bármi írható. A megnyitó ünnepség műsorának utolsó fellépői a Hímesházai harmonikások voltak.
jó hangulatú muzsikálásuk második részében a közönség már felkerekedhetett és megnézhette a gazdag kiállítási anyagot tartalmazó mézes figurákat, épületeket és a közöttük elhelyezett nem kevés életképet is. A harmonikásokat nem zavarta, a népes érdeklődő látogató jó szívvel muzsikáltak még hosszú perceken keresztül. A fészerben időközben vendégül látták mindazokat, akik már a berendezés idején megismerkedtek a kiállítás anyagával, vagy már időközben megnézhették azt. A meglehetősen csípős hidegben jól csúszott a süteményekre és a hidegtálon sorakozó finomságokra a fűszeresen illatozó forraltbor és a forró teja is. A kiállítás december 13-áig látogatható, délután 2 és 5 óra között. A Dózsa téren, ahol a mindenki karácsonyfáját is felállítják évente, egyelőre az adventi koszorút készítették el szorgos kezek a művelődési ház előkészítő munkájának folyamányaként. A már jó előre kihelyezett koszorúvázra december 3-án este 6 óra tájban felhelyezték az azt borító fenyőgalyakat, a díszeket és végül a 4 gyertyát is. Ennek elkészültével Téri Róbert önkormányzati képviselő mondott néhány közvetlen mondatot az adventi időszakról, és jó kívánságait követően gyermekek segítségével meg is gyújtotta a koszorú első gyertyáját. Mézes kalács díszítésre volt lehetőségük az elmúlt időszakban mindazoknak, akik munkájukkal akartak hozzájárulni az idei édesgyönk mézes kalács kiállítás sikeréhez. A Német Nemzetiségi Egyesület közösségi házában szinte egymásnak adták a kilincset november 20-a és 24-e között az óvodásoktól az általános iskolásokon keresztül a gimnazistákig a csoportok. Azt láttuk, hogy nagy lelkesedéssel és akarattal, figyelemmel díszítgették a kisütött mézes kalács figurákat, és élvezték azt is, hogy közösen alkothatnak olyasmit, amiben maguk is kedvüket lelik. De nem csak óvodai és tanuló csoportok díszítgették a mézes kalács figurákat, hanem az idősek otthonának lakói is, akik annak idején valószínűleg saját otthonaikban, családjuk körében is így készültek a karácsonyi ünnepekre. Nyílt nap volt ismét a gimnáziumban, ezúttal november 22-én, szerdán. Reggel 8 órától várták azon diákok és szüleik érdeklődését az intézmény iránt, akik azért szeretnének megismerkedni a Tolnai Lajos gimnáziummal, mert esetleg ide adják be az általános iskolát befejező tanuló jelentkezési lapját. Most csak többnyire azok vettek részt ezen a nyílt napon, akik számára a gyönki gimnázium a választás lehetőségét növeli, és már más oktatási intézménnyel is ismerkedtek korábban. Nem csak a bemutatkozáson vehettek részt a most megjelent tanulók és hozzátartozóik, hanem tanórákat is meglátogathattak a nyílt nap folyamán. Ismét fejlesztette csillagászati eszközparkját Hadházi Gergely egy leginkább mélyég objektumok fotózására alkalmas távcsőtubussal. Ezzel dolgozva már a halvány mélyég objektumok, planetáris ködök, diffúz ködök, galaxisok, gömbhalmazok is jól megfigyelhetőek. November 11-én éjjel ezzel a távcsővel a téli égbolt talán leglátványosabb objektumát sikerült lefotóznia. A nagy Orionköd körülbelül 1300 fényév távolságra található a Földtől, ez a legközelebbi csillagkeletkezési régiók egyike. Szabad szemmel is látható. Halvány csillagnak tűnik az Orion öve alatt, emiatt a környező csillagokkal együtt Orion kardjának is nevezik. Igazi szépsége azonban távcsövön át, vagy a hosszú expozíciós idejű fényképeken mutatkozik meg. Fél ezernél is több változó csillag van a ködben és környezetében. Aztán ismét célba vette a holdat is. Újfajta képkidolgozási technikával készítette ezt a hold fotóját november 23-án este, úgynevezett holdmozaik képet csinált.
a hold részletességeit figyelembe véve három képkidolgozást készített a hold felszín különböző tájairól, és ezeket a képeket egybedolgozta egy program segítségével. A nap által ekkor 85%-ban megvilágított, növekvő égi kísérőnk 370.995 kilométerre volt Földünktől. Így a kapott kép sokkal részletesebb, jobban kivehetőek a már megszilárdult lávatengerei, a déli krátermező és a terminátor, ahol a sötét és a világos oldalai találkoznak. Az amatőr csillagász részt vett a Magyar Tudományos Akadémia Humán Tudományok Kutatóházában a Tudomány Kommunikáció Helyzete ma Magyarországon címmel szervezett rendezvényen november 29-én Budapesten. Pályázott a Juhari Zsuzsanna díjra is, amelyből az idén ketten is részesültek, sajnálatára ő nem volt köztük. A rendezvény szünetében a hozzá hasonló csillagászati megfigyelők mellett találkozhatott többek között Kis Lászlóval, a Magyar Csillagászati Egyesület elnökével is. November 28-án, kedden, Diáksportfesztivált szerveztek a Hőgyészi Hegyhát Általános Iskola és Gimnázium testnevelői. Farkas Attila és Balaskó László. Közel 100 első és második osztályos diák vett részt a rendezvényen. Erre a sportfesztiválra Tamásiból, Hőgyészről, Simontornyáról és Gyönkről érkeztek tanulók. 8 állomáson játékos ügyességi feladatokat kellett végrehajtani a gyerekeknek. Elmondhatjuk, hogy nagy sikerük volt ezeknek a játékos, ám ügyességet és rátermettséget is igénylő feladatoknak. Kistérségi szavaló versenyt rendezett Tamásiban a Vürc Ádám Általános Iskola alsó tagozatos magyar munka közössége november 23-án Lackfi János verseiből. A verseny célja a választott kortárs költő munkásságának megismerése, a versmondás megszerettetése és népszerűsítése volt. Osztályonként két fő jelentkezhetett egy-egy verssel. Gyönki szempontból a következő értékes eredmények születtek. Harmadik helyezést ért el Cakó Hanna és Zádori Emese a második évfolyamról. A szavalóverseny zsűrije külön díjban részesítette Szijjártó Zselyke második osztályos tanulót. Futzál sportágban is megrendezték az általános iskolások számára a Tamási város környéki döntő első és második fordulóját Simontornyán. December 5-én tartják majd meg Szekszárdon a megyei döntőt, ahova eddigi eredményeik alapján bejutottak a negyedik korcsoportos gyönki diákok. Idén a napközis gyerekek adventi falu készítésére vállalkoztak a délutáni foglalkozások keretében. A kis házak és a templom mindannyian újrahasznosított anyagokból készültek. A gyerekek az újrahasznosítás során különböző papírgurigákat, chipses dobozt és tojástartókat is használtak. A Gyönki Általános Iskola 18 tanulója a Sport 43 program keretében ismét egy szuperprogramon vett részt Veszprémben. A boulder lényege, hogy alacsony és biztonságos magasságban szivacs felett mászhatsz szabadon, kötélbiztosítás nélkül. Ennek következtében ez a legkönnyebben elsajátítható mászásfajta, mivel nincs másra szükség, csak egy mászócipőre, magnéziára és egy adag lelkesedésre. Az iskolás gyermekekért alapítvány támogatta diákjaink utazását. Kedves nézőink! Mai adásunk véget ért, de folytatjuk műsorunkat Visszatekintő című rovatunkkal. Ebben a rovatunkban egy 15 évvel ezelőtti teljes műsort láthatnak majd. Ezt a műsorunkat holnap, kedden, ugyanebben az időben és ugyanezen a csatornán megismételjük. Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy utóbbi adásainkat, ha nem tudták megnézni a megszokott adásidőkben, visszamenőleg is megtekinthetik az önkormányzat honlapján vagy Facebook oldalán is. Új műsorral legközelebb két hét múlva, december 18-án, hétfőn este 6:30-kor jelentkezünk ismét a képernyőn. Kérem, tartsanak majd velünk akkor is. A mai adásunkat készítették Marcsa Dávid videografikus, Majnai Klára narrátor
és Lönhárt Ferenc szerkesztő operatőr. A nevükben is megköszöni figyelmüket és további kellemes estét, jó tévézést kíván a mai adás műsorvezetője, Sándor Amika. A viszontlátásra!